köztudott tény, hogy a fizikai inaktivitás és az ülő életmód mostanában az Európai Unióban és Magyarországon is egyre sajnálatosabb módon, de egyre népszerűbb lett. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az elhízottak aránya megduplázódott, és a problémát az jelenti, hogy a gyermekek is már érintettek ebbe a körbe, és több kutatás kimutatta azt, hogyha valaki gyermekkorban már túlsúlyos vagy elhízott, azoknak a 60%-a a felnőtt korra is megmarad, és gyakorlatilag ugye ez egészségügyi rizikófaktorokat jelent. Az Egészségtudományi Karon, a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet munkatársaival közösen egy új applikációfejlesztésben vagyunk, illetőleg zártunk le egy applikációfejlesztést, amelyik 5 népegészségügyi betegségre fog egy mozgásprogramot, személyre szabott mozgásprogramot generálni. A mozgás a legolcsóbb gyógyszer. A fizikai inaktivitás költsége az egészségügyben címmel dr. Ács Pongrász tart előadást a nyitott egyetemben. Várjuk Önöket!